Szevasztok, kölkök! Ez itt a Marketplace Idióták harmadik része! Csapjunk a lecsóba! Először is, ne jegyetek meg! Hogy csillog ez a szemüveg? Nagyon pacek! Ja, és ez kontaktlencse! Nagyon csöcse! Kontaktlencse-cse! El sem tudom dönteni már, hogy szemüvegbe legyek-e, vagy ne! Na mindegy, kezdjünk neki, nézzük meg, mit hoztam nektek vára. Na szóval gyerekek, megmondom őszintén, hogy erre a videóra nekem semmit nem kellett szinte készülnöm, mert a Facebook, mint a kötelező lenne, úgy dobálja be nekem algoritmus alapján ezeket a hülyéket. Első versenyzőnk rögtön egy hölgy, aki nem tud írni. Ez megvan még? Szia, igen. Tudsz képet küldeni? Hát persze, hogy tudok. Tudsz! Második versenyzőnk gulyáslevest árul 60 forintért. Most nem tudom eldönteni, hogy egy tál annyi vagy egy deci. Minden esetre úgy néz ki, mint egy agyon gyötört, polig alázott, hányással felitatott felmosó rongy. Következő versenyzőnk egy szimpatikus zsúriember, aki iskola padot árul, mely erős és masszív, mint az én idegrendszerem. Régi iskolapad 9999 forint. Hát gyerekek, nem vagyok én hülye, hogy ilyet vegyek. Eleget ültem benne, basszus. Nem kéne ez ide, el vagyok én itt a sima asztalnál. Jó ez így. Eladó 50 cm hosszú 2 kg-os reborn baba, szeme kék, akril, haja szőke, moher, súlyozott, 45.000 forint. Hát gyerekek, ez annyira ijesztő, hogy én nekem ingyen se kéne, szeretem én ezeket a babákat, mert itt is volt egy fellógatva, de levettem. Na de ez már az a kategória, ami úgy tényleg úgy ránézek, és úgy eléggé ilyen fenyegető aurával rendelkezik szerintem. Következő, ez nem is hirdetés, hanem ezt ilyen értékbecslős csoportban találtam. Egy nagyon régi Afrikából származó faszobor, 3 különböző fejből áll, itthon restaurátor rakta össze, érdeklődnék, hogy mennyit érhet. Tehát így érdeklődik, hát ránézek, és frászt kapok, megmondom őszintén, és itt írják is kommentbe, hogy nagyon érdekes, de nincs az a hatalom, hogy a lakásomba beengedjem. Na, hát ez az a mondat, amivel nem tudnék vitatkozni, mert szerintem én is rosszul lennék, hogy például fölkelek reggel, iszom a kis kávémat, és így nézne ez a szar. És az a baj, hogy nem tudom még elfordítani se, hogy ne rám nézzem, mivel akár erre fordítok, 3 arc van rajta. Tehát ez egy borzalom. Úgyhogy ez nagyon jó ott, ahol van. Gyerekek, ez nem a Marketplace, ezt most az AliExpress-en találtam. Tehát, hogyha eddig azt hittétek, hogy ezek bitang hirdetések, akkor most felhívnám a figyelmeteket, hogy lehet nagyon jó áron venni csirkére bukós isakot. Ennyi. Tehát ez tök jól néz ki. Vegyetek, van otthon csirke, mindenképp egy ilyet be kell szerezni, mert ez nem hiányozhat a kollekcióból. Hát ez a következő hirdetés, megmondom őszintén, hogy ez a legbitangabb az összes közül eddig szerintem. Tetoválás, érdeklődni privát üzenetben, csak komoly érdeklődők keressenek, alkú nincs, köszönöm. Tehát, hogy ha szépen nőiesen fogalmaznék, akkor azt mondom, hogy mi ez a trágyagány, ez a szemét. Tehát ez egy tényleg egy okádék, ennél bárki, aki leül tetoválni, szebbet csinál. Tehát, hogy ezt nem, hogy hirdetni nem kéne, hanem én le is tagadnám, hogy ezeket én csináltam, így az illető helyében. És akkor itt ugye nézhetjük a munkákat, tehát itt van itt ez a kéz, meg ez a galamb rózsával, tehát iszonyat okádék. És van ez felkeltette a figyelmemet, ez az imádkozós kéz, hogyha Isten velem, ki ellenem, hát öcsém, a tetováló az van ellened, illetve te vagy magad ellen, hogy ilyen szart magadra rakadsz. Következő egy nagyon egzotikus hirdetés, melyhez szerintem így tolmácsot kéne fogadni, mert nehéz értelmezni. Eladó Volkswagen Polo 1.4 benzin 98 as, megkimelt állapot, jó motor, volt a futómű rendezett okmányokkal, torskönyvvel, amit tudni kell róla, beceberid, nem tudom mi ez, gondolom decemberig, mindegy, beceberid, muszak is, napi használatra, alkalmas, azonnal vihető, szervó, CD, magnó, állítható kormány,
szép belsóval, kulsóval, cserét meghallgatok, itt van egy telefonszám. Azt kitakarom, de úgy megjegyzem nektek, hogy egy számjeggyel több, mint aminek kellene. Nem is baj szerintem, ha akkor a kocsi mellett pezel a zseben. Aha. Igen, igen. Tehát itt egy értelmes szó van leírva, az is a kocsi rendszámán a fej. Na gyerekek, ennyi lett volna mára a Marketplace Idióták, de nem sokára úgy is fogok jelentkezni újabb videóval, mivel nagyon hamar összegyűlik egy kis alapanyag, de nyugodtan küldhettek ti is, ha esetleg nektek van, vagy nekem privátban, vagy a sasukibakukac@gmail.com e-mail címre. Köszönöm szépen, hogy végig szenvedtétek ezt a videót, további szép napot nektek gyerekek, ha tetszett, lájkold, iratkozzál föl, ha nem, akkor ne. Na, puszi, csók a családnak, szevasztok!